Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét Ábrahám bácsiról lesz szó. Az előzőekben más személyekről is beszélgettünk. Ha emlékszetek rá, Lótra, akkor Sári nénire. Ki is volt a Sári néni? Ábrahám bácsinak a felesége. De most ez alkalommal csak kimondottan Ábrahám bácsiról és Sári néniről lesz a szó. Szeretném, hogyha megismernétek, hogy milyen ember volt, és hogy talán még lehet ő is nekünk példaképünk. Ábrahám bácsiról készülök beszélni. Őróla már Mózes a következőket írta, tehát Mózes első könyve 18. részében leírja Mózes, hogy hogyan találkozott Ábrahám bácsi az angyalokkal. Mint tudjátok is, hogy Ábrahámnak Lót volt az unokatestvére, és külön váltak a legelő miatt, mert hát sok volt a juh, a kecske, meg egyéb állatok, és több legelőre volt szükség, és külön költöztek. Ő a Kánaán földjén telepedett le, Lót bácsi pedig egy más helyen, de most erről nem beszélünk, és a Mamré tölgyesében lakott. Itt mögöttem van az egyik ilyen tölgyfa, ami a Szentföldön megnő is, és szép fává formálódik. Ábrahám bácsi nem épített magának házat, hanem a sátorba lakott. Lót bácsi azonban nagy emeletes házat épített magának, ahova költözött. Ábrahám bácsi szerény volt, sátorban lakott, a pásztorok is sátorban laktak a családjukkal együtt, a szolgák is mind-mind pásztorok volt, együtt laktak a feleségükkel, a gyerekeikkel. És aztán felállították ugye ezeket a sátrakat, és berendezték, szép dolgokat tettek be a sátrakba, és kényelmes ágyat alakítottak ki, amin aludtak, és ahol a gyerekek is aludtak, együtt volt a család. Az állatok persze nem a sátorba laktak, hanem kint a szabadba, némelyik a tölgyfa alá feküdt, és reggelig ott aludt. Egyik nap Ábrahám bácsival egy furcsa dolog történt, nem is annyira furcsa, hanem különös, közel érezte magát Istenhez. Úgy érezte, hogy Isten elérhető személy a számára, és elkezdett imádkozni, és egyre közelebb érezte magát Istenhez. Az Isten szeretetét mélyebben érezte. Tudjátok azt, hogy ha az ember imádkozik komolyan, akkor mi is érezzük, hogy Isten jelen van, hogy szeret minket, és törődik velünk. Aztán ima után Ábrahám bácsi megigazította a bajuszát, meg simogatta a szakállát, szép, nagy, dús,
szakálla és nagy göndör haja volt Ábrám bácsinak, és kitekintett a sátorból, odaállt a sátor ajtajába, és kitekintett, messze-messze elnézett, és látta Ábrám bácsi távolról három ember igyekszik abba az irányba, ahol ő lakott. És Ábrám gondolta, hogy ezek idejönnek, ezek a vendégeink lesznek. Ábrám mindig örült a vendégeknek. Örült a vendégeknek, ha meglátogatták. És Ábrám nem várta meg azt, hogy odaérjenek a vendégek, hanem gyorsan felkapta saruját, és azonnal eléjük ment. És kérte őket, amikor összetalálkoztak, hogy jöjjenek az ő otthonába. Hát a három férfi meghallotta ezeket a szavakat, és azt mondták, köszönjük Ábrahám a meghívást, és elmegyünk hozzád. Tulajdonképpen, figyelj csak Ábrahám, tulajdonképpen hozzád jöttünk. Gyertek, mondta Ábrahám, keressünk itt egy kis árnyékos helyet, és a nagy tölgyfa alatt ott van árnyék is, és a fáknak a lombjai megszűrik az erős napsugarakat, és itt kényelmesen olyan hűvösbe leszünk, nem fogunk ízadni, üljetek le itt az árnyékba, pihenjetek, biztosan messziről jöttetek, ugye? És aztán pihenjetek, nem sokára lesz ebéd, eszünk, iszunk, és elbeszélgetünk, hogy honnan is jöttetek, mit is akartok. Ábrahámnak nagy szíve volt, és szerette a vendégeket. Mindig is örült, ha vendég érkezett hozzá. És aztán leültette a vendégeket, Ábrám bácsi gyorsan bement a sátorba, és ott volt a Sári néni, és kérte őt, hogy Sári, sürgősen főz, finomat, vendégek érkeztek, nagyon finomat főz. Hát, Sári néni bizony nem örült a vendégeknek. Hát, lustálkodni szeretett volna, még nyújtózkodni az ágyba, még gondolkodni, becsukni a szemét. Nem volt kedve se felkelni, se főzni, se a vendégekhez. Ábrám bácsi akkor határozottabban rászólt, Sári, láss hozzá, főz finomat a vendégeknek. És ekkor nyöszörgött a Sári néni, és nagy nehezen fölkelt, és kitörölte az álmokat is a szeméből, és akkor hát főzött. Ábrahám azt gondolta, hogy ez a három férfi, hogy ezek urak, úri emberek, és nem tudta, hogy, hát nem tudta Ábrahám, hogy ez a három úri ember tulajdonképpen Isten három angyala, az angyal egy szellemi lény,
aki ilyen módon is megjelenhet az emberek között, és Isten üzenetét átadhatja. Isten küldte őket hozzá. Az egyik angyal azt kérdezte Ábrámtól, hogy hol van a feleséged, Sári? Ekkor Ábrám meglepődött, hogy még a felesége nevét is tudják, és észrevette, hogy angyalok ezek, angyalok kérdezték, hogy hol van az asszony. Ábrám felindultam, a sátor felé mutatott, ott van a sátorban éppen főz. Ábrám, azt az üzenetet hoztuk, mondták az angyalok, hogy Sárának egy év múlva fia születik, egy szép gyerek lesz, akit mindenki megcsodál. Micsoda? Kérdezte Ábrahám bácsi lelkesen. Fiunk fog születni, halleluja! Halleluja, fiunk fog születni, mondta Ábrahám bácsi. Ábrahám felugrott, minthogyha nem a 100 évhez közeledett volna. Felugrott, és körbe futotta örömében a sátra. Fiam születik Sárának, fia fog születni. Hát, tudjátok, Sári néni nem álltám hozzá a főzéshez, hanem félig becsukta a sátornak az ajtaját, és odahúzódott, és nagyon fülelt, oda lopakodva hallgatózott, hogy miről beszélnek itt az emberek, miről van itt szó. Még aztán, hogy őt is szólították. Hát, ő bizony figyelt és hallgatózott. Nem tudta magát tűrtőztetni. Amikor ezt hallotta, hogy gyereke születik egy év múlva, hangosan elkezdett nevetni, vihorogni, röhögni, nevetni. Ilyen ezek az úri emberek. Ilyet mondanak, hogy én az öreg asszony, hogy én az öreg asszony, hogy még gyereket fogok szülni. Hát nem tudott Sári néni mit tenni, mert nagyon zavarba volt. És elkezdett nevetni egyre hangosabban. Úgyhogy feltűnő volt ez a Sári nénnek a nevetése. Ugyan már? Hát, hogy is vannak a dolgok? És akkor az egyik angyal azt mondja neki, mit nevet Sára? Akkor összerezzen Sári néni. És hát akkor a homlokához kapott, megtörölte, hirtelen ízadni kezdett, és azt mondta, hogy ugyan már, uraim, hogy gondolják? Hát nem is nevettem én. Biztos rosszul hallották itt. Más is van a sátorban. Én bizony nem nevettem. Ilyet mondani az ember fiára, hogy nevet. Az angyal pedig azt mondta, miért hazudsz, Sári? Jó, de lesújt ez a kérdés.
tőletek is, gyerekek, megkérdezte már valaki, hogy miért hazudsz? Miért hazudtok? Az Úr Jézus Krisztus az Isten fia volt, ő mindig igazat mondott, ő nem hazudott, ő, a mi Urunk, Jézus Krisztus mindig igazat mondott, és ő mindent hall, ő mindent lát, és látja azt is, hogyha, és hallja, hogyha te hazudsz. Istennek nem lehet hazudni, és hát így volt a dolog, hogy Sára összerezzent, hogy leleplezték, hogy ő hazudott. És akkor az angyal még bátorításul szólt Ábrahám szívéhez és Sárához is, hogy Isten olyan hatalmas, aki ezt az egész világot teremtette, a gyönyörű virágot, fákat, embereket, tavakat, óceánokat, mindent. És hogy Istennek, ennek a nagy hatalma Istennek van arra hatalma és szeretete, hogy megtegye, amit ígért, hogy nála nincsen lehetetlen. Milyen nagy dolog ez, hogyha az ember nem hazudik se önmagának, sem Istennek. Milyen nagy dolog az, hogyha szolgálni kell az Úrnak, hogy nem lustálkodunk, nem kíváncsiskodunk, hanem tesszük a dolgunkat. Igen, hát ez volt, a Sári néni bizony megszégyenült, de hát mi ugye nem fogunk hazudni, mi igazat mondunk, és tudjuk, hogy ez az Istennek tetsző dolog.